Hát a játékosok minden esetre a hozzáállásokat dicsérni lehet, nem csak ezen, hanem az ezelőtti mérkőzéseken is. A célunk az volt, hogy visszavágjunk, mert tartoztunk a Szász Szalombattának. Azt gondolom, hogy az első fél időben minden összejött, és védekezés, illetve a támadásban is nagyon hatékonyak voltunk. A második fél időben nagyon sok fiatal játékos kapott lehetőséget, amivel én azt gondolom éltek is, dicséret illeti őket. Viszont volt néhány fegyelmezetlenség, főleg védekezésben, amit megbeszéltünk, mint hogyan csináljunk. Azt most nyomatékosítottam mérkőzés után, hogy erre figyeljünk legközelebb. Remélem, hogy mindenki elégedett. Néhány játékos több lehetőséget kaphatott volna, de majd legközelebb többet játszanak. Hát nagyon örülök a Tóth Daninak, hogy kezd beilleszkedni a támadójátékunkba. Visszajött a mezeiben is, bár volt néhány butasága, de azért dicséret illeti. Mind az egész csapatot dicsérném, de örülök, hogy végre volt jobb oldalunk. Hogy jobb oldalról is tudtunk támadásokat kezdeményezni, illetve tudtunk gólokat lőni. Most a válogatott összetartás miatt 2 hét szünet jön a bajnokságban. Mire használja majd a csapat ezt a 2 hetet? Hát nyilván erőgyűjtésnek csinálunk egy csapatösszetartást, kicsit a hátralévő meccsekre készülve, a csapat kohéziót is erősítve, illetve vannak dolgok még, amit gyakorolnunk kell, illetve hogy a fiatal játékosok is sokkal jobban tudják a megoldásainkat.